Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Pax Televízión, és néhány percbe szeretnélek bátorítani Isten örökké való beszédéből. Hiszen a bátorítás az olyan, ahogy a Biblia mondja, hogy a lelk, bátorítottál és a lelkembe erőt öntöttél. A bátorítás által a Szent Szele ereje tud bejönni az életedbe, meg tud erősíteni, cselekvésre föl tud szabadítani. Egy történettel fogok olvasni a Lukács Evangélium a 17. részéből a 12-18 verset, és csak néhány kulcsmondatot szeretnék ebből kiemelni. Amikor beért egy faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Mármint Jézussal, akik távol megálltak. Miért álltak meg? Mert a leprások tisztáltalanok voltak, nem mehettek emberi közösségbe, gyakorlatilag karanténba voltak zárva. És kiáltozva kérték Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, ezt mondta nekik, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. Ugye ez egy jó szövetségi útmutatás volt, hogy a papok állapították meg a betegségnek a formáját, állapotát, a gyógyultság állapotát, és, és ez egy hitbeli engedelmességet követelt a tíz leprástól, hogy engedelmeskedjen Jézus szavának. És figyeljetek, nagyon sok olyan dolog van, amit akkor tudunk átvenni, hogyha hitáltal engedelmeskedünk az isteni beszédnek és így történt a leprásokkal is, engedelmeskedtek, oda mentek, megtisztultak. Tehát amíg az engedelmességbe benne voltak, megtisztultak. Egyikük pedig, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és hangosan magasztalta az Isten. Majd Jézus lábaihoz borult, hálát adott neki, ez pedig samáriai volt. Amiben szeretnének bátorítani, hogy tíz leprás jött. Mind a tíz leprás, ugye ez egy nagyon komoly betegség volt, gyógyíthatatlan betegség volt, magyarul azt jelentette, hogy az emberi testrész elkezdett rothadni szó szerint, és ez egy, ez egy a társadalomból ki kellett zárni, karanténba kellett helyezni ezeket az embereket. De annyira szerettek volna meggyógyulni, hogy átlépték a határaikat, és, és oda mentek Jézus közelébe, és kiabáltak, kiabáltak, segítségért kiabáltak. Olyan jó az, amikor ezt tudjuk tenni. És Isten bátorít bennünket, mikor bajba vagyunk, hogy kiáltsunk az Úrhoz, kérjünk segítséget tőle. És Ő meghallgat bennünket. Megígérte, hogy a bajból kiment bennünket. Tehát, hogyha különféle kihívásokba vagy, ne szégyelj, oda menni az Úrhoz kiálts hozzá, és ő meg fog hallgatni téged, amire számtalan ígéret van a Bibliában. És itt is így történt. Jézus kihirdette a gyógyító beszédet, és emivel hitben meg tudták ezt ragadni, a hit cselekedetté vált, engedelmeskedtek, Közben az engedelmesség közben az Isten természet feletti hatalma meggyógyított őket. Vannak gyógyulások, amik csak így átmennek, de vannak gyógyulások, ahol kell a Isten beszédének való hitbeli engedelmesség. És hogyha szükséged van erre, tedd meg bátran. De amire szeretném fölhívni a figyelmet, megtörtént a gyógyulás, megtörtént a vizsgálat, a papok megállapították a gyógyulást, hiszen egy leprás, egy fertőző beteg csak akkor mehetett a, 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 az emberi környezetbe, hogy a pap kiállította, felszabadította, volt erről egy hivatalos dokumentáció, hogy ő teljesen meggyógyult és már nem beteg. És ott lehet az emberek között. De mivel ér véget ez a történet? Sajnos azzal, ami nagyon sokszor történik. Nézzük csak meg, tízből csak egy. Tíz az egyhez. Tíz az egyhez. Volt, aki le tudta zárni ezt a folyamatot. A kilenc annyira örült, és amúgy mind a tíz nagyon örült, de úgy érezte, hogy meggyógyult, tovább nem is kell foglalkozni semmivel. Jézus csak arra volt jó, hogy megsegítse őt, és menjen tovább az ő útján. De szeretném mondani, hogy a Jézussal való találkozásban sokkal több van, nem csupán egy gyógyulás, hanem őt követni, követni őt. És, és Isten szolgájává válni. Ez az, ami az örök élethez vezető út. A gyógyulás önmagában a földi életedet segíti. Egy jobb életminőséget hoz elő. De az Isten akarata, hogy kövesdőt, Erre bátorítalak téged, és csak egy ment vissza. Egy imádta őt, egy adott hálát. A hálaadás az létfontosságú dolog. A hálaadás zárja le a folyamatot. Az adatás csak akkor lesz a jövőben, hogyha a folyamatok hálaadással vannak lezárva. Úgyhogy kívánom, hogy megtanulj hálás életet élni. Kívánom, hogy mindent, amit átvettél a mennyből, azt úgy zárd le, hogy megköszönted és dicsőséget adtál az Istennek. Legyetek áldottak.